Sziasztok! Sok szeretettel köszöntök mindenkit! Tarot kirakás lesz a vízöntő szülötteknek. Júliusra. Az aranytarottal fogok dolgozni, és a królikártyákkal. No, nézzük, Július. Univerzum, tarot, mutasd nekünk a Júliust. Július eleje. Július közepe. És július vége. Egyet húzok ebből a pakliból. Nagy mágus paklia. Júliusra kérünk egy kártyát. Július eleje. Július közepe. Ó, tele vagyunk kardokkal. Harcolni fogunk. Nagyon jó. És július vége. No, kedves vízöntő, nézzük meg a július elejét. Július eleje hozhat egy kis csalódást, egy kis kudarcot. Egy olyan kis akasztott állapotba kerülhetünk, kijött nekünk az akasztot. Miért is? Mert lehet, hogy olyan légvárakat építettünk magunk köré, hiszen kijött itt nekünk a kelyhek hetese. Ez az illúzió, a légvárak kártyája. Emiatt lehet elveszítetted a harcot. És a kardok ötöse mutatja, hogy nem is érdemes tovább harcolni, most érdemes megállni. Az illúziód miatt lehet itt egy kis kudarc, egy kis aljasság. Megálltál, átgondolod a dolgaidat, lehet, hogy ez egy kicsit olyan rossz állapot, de itt van a kardok hatosa. Azt mutatja, hogy hozol egy döntést. Itt az akasztod megmutatja neked, hogy most dönteni fogsz. Mi is, ami fontos neked. Emiatt, mert rájössz, hogy mi az igazság, nyitott szemmel fogsz járni a világba. Itt a kardok hatosa megmutatja neked, hogy mi is az, ami igazán fontos neked. Mi is az, amit érdemes meghagyni az életedben. Itt erőre kapsz, és eldöntöd, mi az, ami kell, mi az, ami nem kell, melyik utat választod, elhagyod kicsit a házadat, vagy a hazádat, valamit véglegesen a múltadban hagysz. És nem baj, mert ez az út, ez jóhoz fog vezetni téged. Van itt nekünk egy diadalszekér. Győztes lehetsz. Mindenféleképp, csak egyszerűen tanuld meg irányítani az életedet júliusban. Tudod, mi a fontos neked? Tudod, mi az, ami értékes neked? És abba az irányba fogsz menni. Ez is mutat egy utazás. Lehet, hogy valamilyen kis utazásod is lesz,
Lehet munkával kapcsolatos, lehet magánélet. De helyesen döntesz, és akkor jó úton fogsz haladni tovább. Mert a július vége hoz neked sikert, hoz neked előrejutást, érmék hármas. Ez lehet egy sikeres vizsga is. Az érmék ugye a pénzt jelentik. Jön a pénz. Olyan jövedelem is ez, amit elértél szakmailag, tehát szakmai tudással. Jön a stabilitás az életedbe. Helyesen fogsz dönteni a kudarcod után, és jön a stabilitás az életedben. A stabil utat fogod választani. Kijött neked az érme 9-ese is. Megint csak egy pénzes lap, ami azt fogja mutatni, hogy jó anyagi háttered lesz, akár olyan pénz, amiért nem kellett megdolgozni. Lehet ez egy jutalom, lehet fizetésemelés, sőt, lehet ez egy nyeremény is. Lehet. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy anyagi biztonságban fogod érezni magad, mert fognak jönni az új lehetőségek. Itt az ász. Az ász, az ászok amúgy is ezek egy nagyon-nagyon pozitív kártyák. Az ász új lehetőségek, kedvező előjel valami újhoz. Akár magánélet, akár üzlet, akár munka. Jó szerencse. Csak jó dolgok fognak bekövetkezni. Úgyhogy nem baj, ha néha úgy megtudjuk az igazságot, vagy kinyílik a szemünk, vagy kristálytisztán fogjuk látni a dolgokat, és hozunk egy döntést, na akkor mi is fontos az életünkbe. És ami lefele húz minket, az hátrahagyunk, és egy másik utat választunk, mert az fogja meghozni a sikert az életünkbe, az új lehetőségeket, a pénzt, a jólétet, a boldogsághoz. És kijött nekünk a művészek, nagy arkánum. Ez egy iszonyatosan pozitív lap. Nagyon szeretem ezt a lapot. Türelem, higgadtság, önuralom. Tehát higgadt lesz-e ebben a helyzetben, ebben az akasztott helyzetben higgadt lesz-e. Jó döntést fogsz hozni. Egészség. Helyes út, öröm, siker egy vállalkozásban. Mindenféleképpen pozitív dolgokat mutat. Diplomácia, kreativitás, ügyesség. Boldogság. Úgyhogy ne félj a változástól. Higgadtan gondoltál az életedet, itt egy kicsit pihenj meg július elején, és július közepén jó döntést fogsz hozni. Kérünk egy segítséget, húzunk egy lapot az univerzumtól, amikor ebben a kis akasztott állapotban leszünk, amikor úgy fogjuk érezni, hogy na most elég mindenből, elegem van, nincs tovább, ez hogy történhetett meg, most mit csináljak, akkor az univerzum azt mondja nekünk. Átadom magam egyenállam hatalmasabb erőnek. Tessék.
jó fogsz dönteni, az univerzum segíteni fog. És jön a győzelem. Kettő győztes lap, az ász, a művészet, a jólét, a boldogság. Csak jót kívánok nektek júliusra. Köszönöm, sziasztok!